Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Gyakorlatilag percenként történik valami a magyar közéletben, bőven amiről beszélünk. Kezdjük is, lássuk a tartalmat! Derült égből együttműködés. A DK, az MSZP és a Párbeszéd hosszú távú stratégiai megállapodást jelentett be. Hogy mindez mit jelent, azt azonnal megbeszéljük. Ez már tényleg egy maffia kormány. Végigvesszük Magyar Péter a héten nyilvánosságra hozott felvételét, az esetleges politikai és jogi következményeket is. Bántotta-e Magyar Péter Varga Juditot? Közügye ez egyáltalán. Mit üzennek a bántalmazott nőknek azok, akik Magyar Péter oldalára állnak? Hamarosan megvitatjuk. Végül pedig véres terrortámadás Moszkvában. Elemezzük az okokat és a lehetséges következményeket. Tartsanak ma is a DK Szubjektívvel, hisz tudják, velünk mindig van mit nézni. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát. Sziasztok! És Gréci Zsoltot. Sziasztok, jó estét! A DK Szubjektív visszatérő vendége Juhász Ferenc. Kezdjük rögtön a csütörtöki hírrel. Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnes és Karácsony Gergely hosszú távú választási megállapodást kötöttek, és ugye az ő pártjék is természetesen DK, MSZP és Párbeszéd. Nézzünk meg egy részletet a bejelentésből, és utána beszélgetünk róla. A megoldást mi egy erős, baloldali, szociáldemokrata és zöld politikában látjuk. Mert azt látjuk, hogy a kormányoldal szétesése és válsága, ami az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbb és nyilvánvalóbb, emellett az ellenzéki oldal is szétforgácsolódottabb, mint bármikor eddig. Soha ennyi párt nem fog indulni a választásokon, mint most, június 9-én. Az a széthúzás és szétesés, ami az ellenzék oldalán van, nehézzé teszi az országban meglévő és többségben lévő elégedetlenség és kiábrándultság politikai erővé formálódását. Ezért döntöttünk mi közösen, Magyar Szocialista Párttal, a Párbeszéd Zöldekkel és a Demokratikus Koalíció politikusai, hogy erre a válságra egy közös választ adunk, egy baloldali zöld választ adunk. A sikerhez adott nagyon sok minden, és hiányzik még rengeteg munka. Adott a demokratikus koalíció közel 1 milliós politikai közössége. Adott a szocialista párt szervezeti ereje és rendkívül sikeres polgármesterei. Adott a Párbeszéd Zöldek zöld politikája, klímatudatos politikája, és nagyon sikeres és népszerű főpolgármestere Karácsony Gergely. Ebben a szétforgácsolódott ellenzéki világban szeretnénk megmutatni, hogy van együttműködés, van alternatíva, van egy olyan politika, amely képes lebontani Orbán rendszerét. A megállapodásunk az nem a mának, és nem csak június 9-ének szól. Ez egy hosszú távú stratégiai megállapodás, amelyben az első lépés a közös európai parlamenti lista, a közös budapesti lista és a közös jelöltjeink. De nem állunk meg addig, amíg Orbán rendszere uralkodik ebben az országban. A következő országgyűlési választásokra közös jelöltekkel, közös programmal és közös miniszterelnök jelölttel készülünk. A három párt tehát egészen 2026-ig tartó együttműködés kötött. Most először Olgát és Zsoltot kérdezem, hogy miért volt erre szükség? Hát elmondtuk itt a sajtótájékoztatón is, hogy ugye korábban nagyon komolyan képviseltük azt az álláspontot, hogy majd az európai parlamenti választás, ami egy tisztán listás, aminek szabályait ugye nem Orbán Viktor írja és írja át, azt meg fogja mutatni az ellenzéki pártok erejét, mindenki megmérettetheti magát a választóik előtt. Aztán az elmúlt év őszén kezdett megváltozni az a helyzet, az a politikai környezet, ami miatt ezt át kellett gondolni, hogy jó-e az, hogyha mindenki külön-külön indul. Az elmúlt év őszén bizonyosodott be az, hogy az ellenzéki táboron belül van olyan párt, aztán vannak olyan pártok, akik mégis a külön utat választják, és nem az egységben az erő, hiszen Orbán választási törvényével szemben, itt most az önkormányzati választásokra beszélek, meg majd ugye az országgyűlésére gondolok. Szóval, hogy Orbán rendszerében az erőnket együtt kell felmutatnunk, egy fideszes jelölttel szemben, egy ellenzéki jelölt, különben a matematika nem jön ki.
akik aztán elkezdtek kifelé forolni az ellenzék egységes erejének felmutatásából, hát ők biztos tudják, hogy ezt miért tették. Aztán elérkeztünk az elmúlt év decemberéhez, amikor a Fidesz ismételten átírta a választási törvényt, ugye Budapest esetében. Itt bizony megint lépéskényszerbe kellett, vagy kényszerültünk, hogy lépjünk, hogy elmondjuk, hogy igen, hát ha ez a szabály, akkor közös listán indulunk, hiszen Karácsony Gergelynek kell ezt a főpolgármesteri választást megnyernie. Beállunk mögé, támogatjuk, és közös listán indulunk. És akkor elértünk ennek az évnek az elejéhez, januárhoz, februárhoz, amikor szerintem soha nem látott morális és politikai lejtőn indult el a Fidesz, amikor megint azt kellett látnunk, hogy ha valaha, akkor most van itt annak a időpontja, hogy mi megmutassuk azt, hogy egyszerűen ezt eddig is, na tovább, és ezt nem hagyhatják az ellenzéki pártok, és hogyha együtt erősebbek vagyunk, és előbb tudunk véget vetni ennek a borzalomnak, amit Orbán rendszernek hívunk, akkor nekünk pedig kutya kötelességünk az erőinket csoportosítani, egyberakni, azért, hogy minél több településen megszabadítsuk az ott élőket a Fidesz rendszerétől, hogy minél több európai parlamenti képviselő képviselje valóban Magyarország érdekét az Európai Parlamentbe, és minél jobban szerepeljünk 26-ban, amikor ennek a kormánynak meg kell buknia. Zsolt, van még kiegészítésed ehhez? Hát, hogy ne lenne. Természetesen mindaz, amit Olga mondott ez ügyben, az abszolút helytálló. Én annyival egészíteném ki, hogy helyzet van. Tehát itt vagyunk 2,5 hónappal egy választás előtt, egy olyan helyzetben, amikor nem csak a pedofil botrány és annak következményei, nem csak egy eddig háttérbe húzódó, legalábbis magánéletét tekintve háttérbe húzódó házaspár szappanoperája zajlik, hanem egy olyan helyzet is van, amikor irányt kell mutatni a választóknak. Kell látniuk egy olyan helyzetet, hogy például a demokratikus koalíció, amelyik egyébként 2021 óta azért visel ilyen sebeket, azoktól a pártoktól, amelyekkel most összefogott, de hogy kell lennie egy felelős ellenzéki pártnak, amelyik felülkerekedik ezeken az érzelmeken, ezeken a korábbi megbántottságokon, meg sértettségeken, meg támadásokon, hanem meg kell teremteni azt az ellenzéki erőt, amelyikre érdemes szavazni, amelyik egy európai értelembe vett szociáldemokrata zöld politikát képes megvalósítani, amelyik nem veszíti el a szem elől, hogy nincs olyan körülmény, hogy ne Karácsony Gergely nyerje a főpolgármesteri posztot, hogy a demokratikus koalíció, az MSZP és a Párbeszéd zöldek létrehozza azt a szövetséget, amelyik akár olyan népszerű is lehet június 9-én a választáson, hogy akár mandátumot vegyen el a Fidesztől. Mert minden egyes plusz megszerzett mandátum az a Fidesztől lejjebb hoz mandátumot. És erre a helyzetre kellett egy adekvát választ adni, és egyébként ezt valóban befolyásolta a fővárosi választási rendszer átalakítása, és az, hogy ebben a helyzetben a demokratikus koalíció nyilván visel egyfajta vezető szerepet. Nyilván van egy olyan felelőssége, hogy a DK a legnagyobb ellenzéki párt, de szövetségeseket kell találnunk, szövetséget kell kötnünk, mert végülis az a cél, hogy Orbánt legyőzzük. Uh-huh. És most Ferenc véleményére is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán külső szemlélőként hogyan értékeled ezt, illetve mennyire fogja ez átrajzolni a jelenlegi erőviszonyokat? Minden is annyira külső szemlélő. Hát de már eléggé külső. Szóval... Pedig volt hát nagyon belső. Igen, a húscsonttal jár, mondják ezt. Azaz, az a vágy, az az elképzelés, és az a remény, hogy sikeresen szerepeljen az ellenzéki oldal, az egyébként alapos indok arra, hogy egy ilyenfajta koalíció megkötessék. Ugyanakkor az egyik szemem sír, a másik nevet, mert nagyon egyetértek Dobrev Klárával, az imént mondta Olga is, hogy iszonyatosan sok párt van ellenzéki oldalon. Összesen több mint 260 bejegyzett politikai párt van Magyarországon. Tizenekkora Schleifni lesz ez, amit majd kiosztanak. Igen. Ezek nyilván nem fognak tudni elindulni mindannyian, de térdelő rajtban van nagyon sok szerencselovag,
aki azt reméli, hogy valamilyen politikai párt, valamilyen közösség képviselőjeként ő azért szerepet kaphasson. Én már régóta szeretném azt, hogyha az ellenzéki oldalon egy kicsivel tisztább lenne a terep. Én értem a DK-nak a stratégiai megfontolásait, mert hogy ez a megfontolás előbb-utóbb oda fog vezetni, még hogyha tiltakoznak is itt majd a kollégák, hogy magából olvasztja azokat a pártokat, amelyekkel itt most megállapodást kötött, mert hogy amazoknak meg nem lesz más lehetőségük. Tudnélik, ha most lenne egy választás, akkor szabad szemmel nem látható eredményt érnének el. Jó tehát azért, mert egyfajta reményt hordoz, rossz azért, mert stabilizál olyan pártstruktúrát, amelynek egy része egészen bizonyosan életképtelen. Hát ugye, aki ismeri a demokratikus koalíciót, még csak azt sem mondom, hogy közelebbről, egyáltalán azt, amit képviselünk évek óta, amit mondunk, mi a demokráciát, azt teljesen tisztosan, hogy úgy képzeljük el, hogy minél több demokratikus párt a szereplője, és itt most nem a 260-ra és nem a kamupártokra gondolok, az annál jobb, annál egészségesebb a közélet, annál egészségesebb a politika, akkor van lehet politikai vita, és igen, lehet ellenzéki oldalon, tehát azonos oldalon is lehet vita, sőt, kell vitának lennie, program mentén értelmes viták, ezekről már egyszerűen leszoktatott minket a Fidesz. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt így gondolom, én meg így, akkor abból az a hír, hogy hát már micsoda ellenségeskedés van a két párt között. Dehogy is, hát azért nem vagyok egy pártban, mert van egy csomó dolog, amiben más a véleményünk, ezeket kell megvitatni. Szóval a demokratikus koalíciónak nem az az érdeke, hogy tűnjenek el az ellenzéki oldalról a pártok, hanem az az érdek, hogy minél erősebbek legyünk. Minél erősebbek, és minél előbb, és minél gyorsabban állítsuk helyre ennek az országnak a tisztességét. Én nem is gondoltam azt, hogy ezt a demokratikus koalíció gerjeszteni. Félét is ne essék. Csak azt állítom, de ezt továbbra is állítom egyébként, hogy az nem járja, hogy ma most 10 szociáldemokrata párt, vagy legalábbis ezt a zászlajára tűző szerveződés próbál a politikai közéletben szerephez jutni. Ha valódi értékek mentén folyik a diskurzus, akkor, és valódi, hogy mondjam, megkülönböztető jegyek is jelennek, de több az, ami összeköti az együttműködőket, akkor minden rendben van. De hogyha nyilvánvalóan néhány politikus túléléséről szól a történet, akkor én ezt aggodalommal tekintem. Ugye, hogy hogyan lehet ezt praktikusan szavazatra ugye váltani? Mert ugye ez a kérdés, hogy június 9-én, hogy lesz ebből egy jó listás eredmény, akár Budapesten, akár az Európai Parlamenti közös listán. Hát ugye nagyon, tehát több olyan polgármestere is van az országnak, meg magának a fővárosnak, meg a kerületeknek, amelyre ennek a három pártnak azért jelentős hatása van. Ezek a polgármesterek a megyei jogú városokban nagy részt e három párt aktív támogatásával őrzik ma ezeket a pozíciókat, és nyilván abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt június 9-e után is meg tudják őrizni. Ha ezek a polgármesterek azt gondolják, hogy érdemes ezért a nem csak saját magukért kampányolni, hanem ezért a közös európai parlamenti listáért, akkor ez olyan szavazókat hozhat ennek a közös listának, amely plusz mandátumot szerezhet, az plusz brüsszeli befolyás jelent, és minden megszerzett mandátum ezen az oldalon, ami plusz, az a Fidesznél vírus. És ez a hárompárti együttműködés, ez mennyibe befolyásolhatja például az árnyék kormánynak a működését, hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk? Mert azért fontos azt is behoznunk, hogy az alternatíva képzés az egyik legfontosabb hívószó ebbe az egész történetben, és mondjuk az árnyék kormány az éppen most mutat ebbe a programját, mint olyat. És akkor utána lesz egy ilyen együttműködés, ami lehetséges, hogy befolyásolja majd magának az árnyék kormánynak a működését. Az a kérdésem, hogy ez tényleg így van-e, és hogyan lehet ezt működőképessé tenni? Nem tartunk még itt. Ugye az állításunk változatlanul igaz, hogy nem a mának és nem csak június 9-nek politizálunk, hanem hosszú távú stratégiai együttműködést kötöttünk az MSZP-vel és a Párbeszéd zöldekkel. De minden jövőbeni kérdés, ami az országgyűlési választás, ami a közös lista, a közös miniszterelnök jelölt, az árnyék kormány szerepe, annak június 10-től van itt az ideje.
Rendben. Most akkor menjünk tovább egy fokkal, és térjünk rá Magyar Péterre. Hallgassuk meg azt a hangfelvételt, amit ő kihozott. Mikor is, ha jól emlékszem, kedden reggel posztolt, igaz? Amit inkább olvasni kell. Így, igen. Aki még nem hallotta, akkor most megteheti. Például visszatérve arra, amit az előbb mondtál, vagy azt mondtad, hogy elkezdtél mondani, hogy a program mondott valamit, hogy nagyon furcsa volt, de ő mondott a tanácsot valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy nem kell, csak abból elmentem. Nem, csak hogy belémenjen a házvezetés, akkor kérdezem, hogy milyen példány ezekből. És ezt ti nem láttátok, hogy a sajtó meg már látta? Hát az, hogy meg van szegény látták, és elvileg azt, hogy hatalan már nézték. Két részletben beszélgessünk erről az egész sztoriról. Először arról, hogy jogilag és politikailag ennek milyen következményei lehetnek, és utána pedig átérünk a morális és személyi térfélre. Akkor kezdjük ott, hogy hogyan értékelitek az elhangzottakat, és mit mond el ez a kormány működéséről, akkor a politikai és jogi szempontból. Ferenc. Hát ez egy velejéig romlott rendszer, egy beteg rendszer, amelynek itt most láttunk egy borzasztó kirívó tünetét, de még ezer másikat lehetne sorolni. Nyilvánvalóan az a feudális működési mód, amelyben ők ma dolgoznak, és amelyet Orbán Viktor és Polt Péter ural, mert Orbán Viktor, nekem meggyőződésem, hogy Orbán Viktort Polt Péter támasztja. Ha van egy független legfőbb ügyészünk, aki normálisan eljár, akkor nagyon-nagyon sok dolog nem történhetett volna meg úgy, ahogy megtörtént. Nagyon sok mindent, a jog eszközével meg tudtak volna akadályozni, de itt egy olyan szoros együttműködésről van szó, amelynek ez a terméke. Én azt remélem, én nem vagyok jogász, de én azt remélem, hogy mind a három, és nem véletlenül mondom, három külön büntető ügyben eljárás fog indulni, és történik valami. Egyrészt vegyük a legegyszerűbbet, a itt bemutatott és hallott állításokat, hogy tudnélik, a kormány belenyúlt egy olyan nyomozati anyagba, sugott a bűncselekménnyel vádolt államtitkárnak, mentegeti gyakorlatilag a háttérben a médiát és a propagandát irányító Rogánt, ami önmagában egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény. Meg kell vizsgálni engem az, hogy a mai napon például a központi nyomozó főügyészség vezetője tartott egy sajtótájékoztatót, na az nem megnyugtatott, hanem az hihetetlenül megrémisztett, mert akinek a központi nyomozó főügyészséggel volt dolga, az önök pártelnöke Gyurcsány Ferenc ilyen volt. Ilyen volt Szilvási György, egykori titokminiszter. Őszintén szólva én magam is jártam. Én magam is jártam abban a pincében, ahol egyébként szorongatják az embereket. De mondhatnám akár Varjulacit is,
akivel mostanság ilyen módon járnak el. Szóval egyszerűen az zavar engem, hogy egy politikailag nagyon erősen elkötelezett vezetői réteg hogyan manipulálja az ügyészséget. Ezért kell ezt kivizsgálni. A másik, ami szerintem nagyon fontos, az a Varga Juditnak a szerepe. Egyszerűen az, ahogy ő részt vett a bicskei ügyek eltusolásában, az, ahogy ő részt vett miniszterként nagyon sok bűncselekmény gyanús ügyben, az egészen bizonyosan vizsgálatot érdemel. És ott van a harmadik, nincs mese. A harmadik az a Magyar Péter, mint abuzáló, mint a feleségét, nem tudom én milyen módon, hát bántó figura, aki ellen persze feljelentés az elmúlt 10 évben nem volt. Erre néhány évvel ezelőtt, jó, bocsánat. Ez mind a három olyan ügy, amiben én vizsgálatot remélek. Mind a három olyan ügy, amiben remélem, hogy indul büntetőeljárás, mert valaki tesz feljelentést. És azt gondolom, hogy ez azért az Orbán kormánynak, mint egy lórugás. Szóval szokták mondani, hogy üveges tótnak a hanyattesés, na körülbelül nekik ez az ügy annyira hiányzott, de mivel uralják az ügyészséget. Hihetetlen erős befolyásuk van a bíróságokra. Gyakorlatilag a médiát és a propagandát fogják pénzzel, fenyegetéssel, minden mással. Azért óriási áttörés nem várok. Uh-huh. Tényleg lórugás ez, Zsolt? Milyen következménye? Ugye ez ráépül a pedofil botrányra. Ebből a szempontból is érdekes. Ugyanakkor politikailag nyilván aggasztó is, hogy olyan, mintha valakik rá akarnának takarni a pedofil botrányra ezzel a... hogy mi lesz a Ewing olajtársasággal és Samantha mit mond, vagy Cliff Barnesnak. Tehát ilyen szempontból azért inkább aggasztónak látom. Ami hangfelvételt illeti, hát ennek a töredékért fölgyújtották 2006 őszén a várost. Igaz, hogy annak az volt az ok, hogy Orbán Viktor kétszer egymás után vesztett választást, és egy puccskísérlet zajlott. De hát itt nagyon súlyos dolgok derülnek ki, abból, amit Magyar Judit mond. Hozzáteszem egyébként Varga Judit, de egyébként Magyar Péter gyakorlatilag irányítja ezt a beszélgetést. Tehát látszik, hogy ki akar belőle húzni néhány mondatot, mindig úgy elmondja a mondat első felét, és alig várja, hogy a felesége kimondja a második felét, aki mit sem sejtve, mert azt gondolja, hogy a férjével beszélget, és a gyermekei apjával, ezért hát akkor ez most így a konyhában marad, és mit sem sejt arról, hogy a férje ezt azért veszi fel, hogy akkor majd jól meg tudja zsarolni ezzel a felvétellel. Ez is sok mindent elmond egyébként a fideszes magyar családmód erről, hogy ez az ő köreikben hogyan működik. Azt gondolom, hogy az ügyészség azzal, hogy tanúként meghallgatta Varga Juditot, azzal nagyjából igyekezett kihúzni azt a furlánkot, amitről azt gondolta Magyar Péter, hogy jó mélyre betolt ebbe a történetbe, hiszen azt akarta, hogy Varga Juditot hallgassák meg, ez megtörtént, meggyanúsítani nem fogják, azt ígérte, hogy Orbán Viktor tegnap estére lemond, vagy a kormány megbukik, nem mondott le, nem bukott meg, tehát így az ő ígéretében is van egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy kis hiátus, ami nem valósult meg. Az a kérdés, hogy van-e újabb dokumentum, van-e újabb hangfelvétel, illetve erre mi lesz a válasz a Varga Juditnak, megmutatja például azokat a leveleket, amikben önfeltáró vallomást tett a férje a saját magatartásáról. Hát akkor így hogyan tudja fenntartani Magyar Péter ezt az egész hype-ot maga körül? Hát én ezt nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ő mire készül még azon kívül, hogy tüntetésre. Ugye azt mondta, hogy van még, lehet, hogy van még hangfelvétele, csak majd megkeresi. Én nem tudom. Hát ha megkeresi, megtalálja, biztos nyilvánosságra hozza. Igazából az volt a egészen döbbenetes és hátborzongató ebből a történetben, hogy ezeket mi így tudtuk. Tudtuk azt, hogy van Tóni, Barbara és ki volt? Ádám. Tudtuk. És már mondtuk, egy éve. És mondtuk a vezeték nevét is. És tudtuk a vezeték nevüket is. Tudtuk azt, hogy kézi vezérléssel működik a legfőbb ügyészség. Tudtuk. Tudtuk azt, hogy Polt Péter ennek a rendszernek legfőképpen a barátja. Tudtuk. És mégis
szíven ütött nagyon sok embert, amikor valaki előáll, és azt mondja, hogy már pedig az volt igazságügy miniszter is erről beszél egy magánbeszélgetés, és most akkor a körülményeit, hogy férj-feleség beszélgetését miért rögzíti, milyen célba, hogy te most ezt hagyjuk. Tehát most nem ez a lényege annak, amit akarok mondani. Mégis, miközben tudtuk, hogy így megy, tudtuk, hogy ez van, tudtuk, hogy a bűnt pártolja nagyon sok esetben ez a kormány, és mindenki, aki hozzá csatlakozik, vagy őt kiszolgálja. De valahogy mégis szíven ütött például az embert, amikor még közelebb kerültél ahhoz, hogy mi a masszus, bemegy oda, beküldenek egy főosztályvezetőt, és akkor ő radírozgat, és akkor Tóni megmondja, hogy mit húzzanak ki, hogy ők ne legyenek, de sajnos nem tudtunk mindent kihúzni, mert még tartott a lehallgatás, és kerültek bele újabb nevek. De Jézus, Atya, Úristen! Szóltunk a Palinak, aki éppen eljárás alatt volt. De hát szóltunk egy potenciális elkövetőnek. Értesítettük, és erről is tudott az ügyészség, hogy egyébként akit eljárás alá vontak, sőt, maga a drága, jó miniszterasszony, ugye? Aki egyébként egy házi Pegazus áldozata lett, otthon őt is lehallgatták. A jó miniszterasszony, igen. Tehát ugye erről a mondatról se feledkezzünk el. Ő, ha valaki, akkor ugye tudnia kellett, hogy itt lehallgatás, titkos megfigyelés is zajlik. Tudta, az egy dolog, hogy el is mondja a férjének, de ezek szerint meg még értesíti is azt az alanyt, akit lehallgatnak. Mi van itt? Ez lehet, hogy nem is megfelelő szó vagy kifejezés a maffia. Tehát ez tényleg egy komplett bűnszervezet. Értesítik a potenciális tettest, bejárkálnak az ügyészségbe kicsit átfirkálni az anyagot. Eddig egyébként az ügyészségnek esze ágában nem volt Varga Juditot meghallgatni. És csak azért lett ez az egész, miközben, mert a Polt nem elég jó. Mert nem mindig figyel oda a Polt, hogy rend legyen az ügyészségen. És ha kiáll az ügyészség, és azt mondja, hogy hát ez a hangfelvétel, és azt mondják, hogy Polt Péter mennyire függetlenül, tőle függetlenül működik a szakértő. De nem ezt mondta, pont nem ezt mondja a szájával, hanem akkor történnek dolgok, rájuk nézve, vagy az ő szempontjukból sajnos, azért nem tudtak mindent kihúzigálni, mert van, amikor Polt Péter nem figyel eléggé. Ez a legfőbb ügyész függetlenségének a leírása tényleg. Hihetetlen is, a Völnernek az ügyvédje, emlékezetek vissza, hogy tavaly, tehát valamikor tavaly indítványozta már azt, hogy hallgassák meg tanúként az akkori igazságügyminisztert, Varga Juditot. Hát ez valahogy nem történt meg. Igen, és közben meg politikai felelősnek ugye egy új szereplő lépett be, hát többször is emlegették Gulyás Gergelyt, de most ki is állították, tehát egyenesen a beteg szabadságáról kellett visszajönni, és egy ilyen 20-valahány másodperces videót ugye kirakott a kormány, amiből elmond néhány mondatot, igen, gépiesen. Számíthatunk az ő munkására? A legjobb barátot is belehúzták ebbe a történetbe. Igen, számíthatunk arra, hogy megbuktatják? Én szerintem a következő, ha előkerül felvétel, akkor azon Gulyás beszél. Ezt nem tudjuk, hogy mit, de erre utalt már egyébként Magyar korábban. Nagy kérdés az, hogy a barátság és az ambíció az hogyan ütközik, és annak mi lesz az de eredménye. De akkor ez most egy előre menekülés volt, bocsánat. Nem előre menekülés volt, hanem ő, hát ugye a pasi mond nagyokat. Ez a holnap lemond a miniszterelnök, holnap után kitör a forradalom, utána majd a nap is visszafelé fordul, azaz nyilvánvalóan olyan mondatokat is mond, amivel egyébként hihetetlenül gerjeszti a várakozást. Nem erre gondolok, hanem hogy Gulyás szerepeltetése volt. Gulyás szerepeltetése egy előcsapás volt, persze. Én azt gondolom, hogy előcsapás volt. De egy mondatot engedjetek még meg a Varga Judit szerepéről. És itt most őszinte feltáró vallomást teszek. Én egy szavát nem hiszem egyébként. Tehát annak a politikusnak, aki az elmúlt, a Varga Juditnak az elmesélése, a sztori, az áldozat. Hallgassunk bele, és rögtön folytatod. Csak igen. Egy kicsit hallgassunk bele, hogy mindenki elhelyezkedjen ebbe itt érzelmileg is. Folyamatosan azzal próbált csakban tartani, hogy az autó mellé állt, hogy kukákat borogatott az autó elő, hogy beült a kocsim hátsó ülésére, amivel el akartam hajtani, hogy elvette a táskámat, hogy bezárt egy szobába. Ez nagyon súlyos, tehát ez a személyszabadság korlátozása bezárt egy szobába? Igen, bezárt egy szobába, azért mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő
ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem bírta elviselni, hogy nekem ott a megnyitó beszédet kellett mondani, akkor már miniszter voltam. És már ott ugye indulni kellett volna, és bezárt, hogy akkor most nem megyünk sehova, és akkor ilyenkor így leült így a fotelba, és annyira szörnyű ez, mert annyira szürreális, hogy miért viselkedik így az ember férje, mert ott várnak ránk, menjünk, a gyerekek meg az ajtón kívül, és elkezdtem kiabálni, hogy gyerekek, szabadítsatok, és akkor a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki. Minden gyerek emlékszik még erre a jelenetre. Volt egy ilyen este, hogy a gyerekek már aludtak fent a szobájukban, a szüleim a nappaliban a kihúzott francia ágyon, ahova én a veszekedés után inkább odafeküdtem az édesanyám mellé, mert ilyen beszűkült, tehát ilyen állapotban éltem én, hogy állandóan attól kellett tartani, hogy Péternek milyen hangulata van. Mikor, de mitől féltél, Judit? Hát attól, hogy bántani fog? Attól, hogy nem fogja abba hagyni ezt az abúzust, és a Péter kijött egyébként a szobából, oda ment a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. És emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz, és mi van, és a gyerekekkel mi lesz. És aztán járkált így 5 percig, lehet, hogy csak erődemonstráció volt, Isten tudja, nem tudom, aztán utána lefeküdt aludni. És folytatom. Ezt elhiszem. Igen? Tehát, hogy ez a sztori így történt. Ezt nincsen. Csak nem lehet külön választani a politikai és emberi oldalt. Így van, azt a kontextust szeretném mindenkinek ajánlani, hogy 2 évvel ezelőtt olyan boldog házasságban voltak. Ő volt a madárka, aki a karitkába szívesen repült vissza, mert hogy a férje mindig otthon gondosan, nem tudom én hogyan kezelte. Ő volt az igazságügyminiszter. De elmondta, hogy ezt mindig a férje akarta, ő nem akarta ezeket az interjúkat. Ő erőltette. Na, pláne. Az, hogy ő kiáll igazságügyminiszterként, és azt mondja az isztambuli egyezményre, ami egyébként pontosan a nők védelméről szól, hogy na hát ezt már nem, és nem hagyom. Ő az, aki azt mondja, hogy tessék a rendőrséghez fordulni, minden nőnek ezt üzente, meg minden bántalmazottnak, hogy tessék odafordulni a hatóságokhoz. Na most, hogyha ez az ember egy ilyen megalázkodott, aki egy késsel jár a lakásban, hát azt azonnal föl kell jelenteni, könyörgöm. Aki a mamának a testi épségét egy késsel veszélyezteti, nem tette meg. Egyszerűen azért, mert tessék érteni, ő a rendszernek a terméke, a rendszert szolgálta ki, a rendszerben elfogadott az, hogy néha az asszonynak adnak egy pofont, a rendszer úgy működik, hogy a fiú beszél, a rendszer úgy működik, hogy a nők a hátsó sorban, a rendszer úgy működik, hogy amire Orbán igent mond, az működik. Egyszerűen ő ezt szolgálta ki, és én szerintem, én 4 gyermekes apa vagyok. Egyszerűen kiborít, amikor most hivatkozik a gyermekeire minden második mondatban. Most rakták ki a kirakatba a gyerekeket. Most rontja el férfeleség egyébként a gyerekek jövőjét, sorsát. Azt kell mondanom, hogy gyengébb idegzetőek vagy gyomruak, azok nagy valószínűséggel ilyenkor máshova is elmennek, amikor meghallgatják. Az a helyzet, hogy az nyilvánvalóan teljes az egyetértés mindannyiunk között, hogy a bántalmazás minden formáját elutasítjuk és küzdünk ellene. Ebben a helyzetben egy dolgot tudunk, hogy aki itt a fő-fő-fő gonosz és bántalmazó, az maga az Orbán kormány. Ugyanis nem tudom, melyik variációt akarják, hogy elhiggye a széles közvélemény. Igaz az, amit Varga Judit mond, és ő éveken keresztül egy bántalmazott házasságban élt a 3 gyermekével. Azt mondja a nagyon előkelő, sorszámú, pártagkönyves publicistájuk, hogy ők már 10 éve tudták, tehát a Fidesz 10 éve tudta, hogy Varga Judit és a 3 gyermek ilyen házasságban, ilyen környezetben, ilyen körülmények, hogy bántalmazzák. Tudták a Fideszbe, hogy ott 3 kisgyerek és az anyukájuk veszélybe van? És mit csináltak? Behívták a Karmelitába, hogy nem váltok el, mert az nem a mi fideszes keresztény családmodellünk. Tehát még elválni se engedték őket a hírek szerint. 10 évig a Fidesz végignézte. Örülhettek, hogy nem küldtek még egy vakkomondort is indokként, hogy csak az lépett közbe? Ez az egyik variáció. Hogyha nem ez az igaz, tehát nem a Varga Judit állítása az igaz, hanem Magyar Péter állítása az igaz, akkor meg mit csinál most ez a kormány? Megint feláldozza a politikai hatalmának megszilárdítása oltárán ezt a 3 gyereket?
hogyha ez az egész színjáték, akkor senki nem gondol erre a három gyerekre. Mi egyik variációt se tudjuk elfogadni. Ha bántalmazott családban élt az a három gyerek, az iszonyat, hogy az 10 éven keresztül az egész kormány végignézte ezek szerint, mert állítólag tudtak róla. Ha ez nem történt meg, akkor meg most mit csinálnak ezekkel a gyerekekkel? Mit akarnak elhitetni az anya, az apáról, az apa, az apa? Mi ez az egész történet? Ezeknek tényleg mi a szent? Ki a szent, ha a gyerek sem szent ennek a kormánynak? Beszélünk erről, hogy nem olyan régen ugye még kiengedték a pedofilokat. Mindegy. Zsolt, egy másik kérdés. Tételezzük föl, hogy elhisszük azt, amit a Varga Judit mond. Ki lehet-e állni Varga Judit mellett úgy, hogy közben nem vesszük figyelembe a politikai ténykedését? Ugye hát pont az a probléma, és ez hitelteleníti erőteljesen Varga Juditot, hogy azt mondja, hogy ő mennyit tett az abúzusban szenvedő hölgyekért, hogy ilyen irodákat nyitott, egyebeket. Csak éppen ő maga azt a végrehajtót támogatta, azt a Charles Györgyöt, aki többek között úgy lakoltatott ki embereket, hogy például a családon belüli erőszak áldozatait kellett szétválasztani, és ürült meg a lakás, és azt a Charles azt lenyúlta és adogatta tovább. Tehát itt van egy ilyen típusú morális probléma is. És hát tényleg nem lehet eltekinteni attól, hogy ez a miniszterasszony mit művelt a Pegazus botránnyal, az az arcpirító stílus, ahogy egyébként a parlamentben beszélt az ellenzékkel, ez a kioktató, és aztán most meg kiderül, hogy hát bűnök tömkelegét követte el, és nem csak a saját gyerekei ellen, hanem a magyar igazságszolgáltatással szemben is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy amiket elmondott panaszként, azok számomra inkább hitelesek. Ilyen történeteket nem tud kitalálni az ember, meg ahogy elmondja is, nem kell az pszichológusnak lenni, hogy lássa az ember, hogy amiket mond, azok valószínűleg nyilván így megtörténtek. És én azért azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbenve látom azt, hogy azért, mert Varga Judit bűnös az Orbán rendszer működtetésében és fenntartásában, hogy ezért inkább kiröhögik az áldozatot elszenvedő hölgyet azok, akik most úgy gondolják, hogy ez a bosszú ideje. Tehát, hogy Magyar Juditnak pusztulnia kell. Magyar név. Igen. Tehát, hogy... Asszonság. Igen, asszonyság. Tehát, hogy inkább azt is elfogadják, hogy ez a nő most mindent megérdemel, csak azért, mert a drága jó Magyar Péternek most inkább hinnünk kell, mert ő most biztos majd jól lebontja a Fidesz belülről. Nem? De... És azokat, akik legalább egy kicsit kételkednek Magyar Péter igazában és Varga Judit mellett is éreznek legalábbis ebben az ügyben bármiféle szolidaritást, azok le vannak hurrogva, azok hülyék, azok nem értik a helyzetet, és Varga Judit pedig minden szidalmat megérdemel. Politikusként abszolút így is van, szerintem egyébként börtönben a helye, azért, amit elkövetett, de hogyha valóban erőszak áldozata, akkor sem tudok Magyar Péter mellé állni, hogyha Varga Juditról nagyon súlyos a véleményem. Két mondatot hadd mondjak, mert mondtad, aki a politikában edződött, az a mimikáról, a testbeszédről nagyon sok mindent le tud olvasni. És említette Zsolt az imént, hogy látszik a Varga Juditon, hogy itt most ezek a történetek valószínűleg így voltak. Hitelesíti a mimika azt, amit mond. Majd tessék megnézni, rajta van az interneten, amikor a parlamentben Rogánék beszélnek arról, hogy beavatkoztak-e az akcióba, a vizsgálatba, és ő ott ül, és őt mutatja a kamera, és akkor az arcát megnézni. Az pedig maga az élő cáfolat arra, hogy itt mögöttem most hazudnak, és én egyébként bűnrészese vagyok ennek az egész történetnek. És én vagyok a miniszter. Így van. Varga Judit tegnap azt mondta, hogy asztalosnak készül. Én azt gondolom, hogy ott a helye, de még egy helyütt ott van, a Magyarország egyik nagy egyetemének a kuratóriumi elnökeként, a Miskolci Egyetemen még ott van. Ettől előbb-utóbb le kellene mondatni, mert egy ilyen szavahihetetlen ember, aki
átmond, B-t mond, aki megbízhatatlan, az nem tudom, hogy egy nagy egyetem kuratóriumát miként tudja dirigálni, vagy felügyelni. Miniszterek, kiszedte már onnan a Fidesz. De ő nem miniszter, ott már ott a kuratóriumban. Ja, de akkor, amikor a miniszter. Jó, hát bárkinek is legyen igaza ebbe a sztoriban, az biztos, hogy a gyerekeiknek ez nagyon rossz, és magára az áldozat segítésre nézve is országosan. Illetve a harmadik aspektus pedig az, hogy megint el van terelve a figyelem a pedofil botrányról. Tehát a mai menüben se beszélünk erről, bocsánat, hogy ebbe szakítanak, de őrület, hogy egy hónap telt el, és már is lekerült a napirendről. Hát azért a tegnapi interjúban, ami több mint egy és háromnegyed órás volt, egyszer nem hangzik el egy olyan kérdés, hogy és egyébként miért tetszett ellen jegyezni itt a botrány elején azt a bizonyos kegyelmi kérdést? Meg a hangfelvételről se. És egyébként hogy volt a Pegazusnál? Tehát, hogy tényleg újságírókat, politikusokat, ügyvédeket akarta, tényleg, és azt a Völner-sel? Egyébként a hangfelvétel az oda bementek, és a maga munkatársa is benn volt, és kihúzigáltak valamit az ügyészség iratból, meg aztán szóltak a Palinak, hogy nem kéne csinálni, mert téged megfigyelnek. Ezeket a kérdéseket nem teszik fel úgy, hogy ott ül Varga Judit majdnem két órán keresztül. Hát akkor ez ilyen előre gondolom meg volt beszélve, hogy mondjon el mindent, ha lehetséges, akkor a kérdező nem nagyon zavarja a kérdéseivel. De azért kellett ezt az interjút kérdések nélkül föltenni, hogy a Fidesz szavazó érezze, hogy Varga Judit az áldozat. Hogy a Fidesz nyilvánvalóan méri, hogy mi a hatása ennek a történetnek, és nyilván azt a helyzetet akarják elkerülni, hogy ez a botrány, amit Magyar Péter és Varga Judit előállított, hogy ez vigyen a Fidesztől. Az biztos, hogy a kamera elé engedték, akkor nagyon rosszak lehetnek a számok. Ha Varga Judit könnyei, ráébresztik a fideszeseket arra, megerősíti a fideszeseket abban, hogy ő itt egy áldozat, akit vert ez az áruló, ugye? Ez a gonosz ember, aki elhagyta a politikai közösségét, és mindent, ami keresztény és konzervatív, akkor úgy kalkulál a Fidesz, hogy Varga Judit könnyei megállítják ezt a folyamatot. Csak tudod, ha így kalkulál a Fidesz, hogy Varga Judit könnyei fogják majd elterelni a figyelmet arról, hogy egyébként ők az ügyészséget befolyásolják, és így van. Akkor tényleg én már nem is találok szavakat arra, hogy egyszer nem jutott eszükbe, hogy hány könny csordult végig gyerekek arcán, bicskén. Ez sose jut eszükbe? Valaki belenézett már az áldozatok tekintetébe? Kérte tőlük bárki bocsánatot, akár Varga Judit? Kért már bocsánatot, elnézést, miniszterelnök, igazságügyminiszter, maga a kegyelmet adó, akkori köztársasági elnök, Balogh Zoltán, püspök úr. Beszélt valaki a gyerek áldozatok könnyéről? És most Varga Judit könnyével, mintha ez az egész meg se történt volna? Nem befolyásolják az ügyészséget? Dehogy nem. Nem tettek szörnyű dolgokat egy pedofil bűncselekményben részes tisztára mosdatásában? Dehogy nem. Ki az, aki normális ember ezt megbocsátja neki? Ki? És, a héten... Egyébként Magyar Péter sem hisztizett a bicskei gyerekek miatt, csak szólok. Azt mondta, hogy a sajtóperekbe bejövő pénzt ők mind a bicskei áldozatoknak adják. Most már igen. Egy perc néma csönd is volt ott, amikor az egyik tüntetés volt. Ha már bicske is, ne is hagyjuk el sikadni a dolgot. Nem tudom, hogy láttátok-e, hogy találtam egy fotót az interneten. A közlekedési minisztériumnak, tehát a Lázár féle építési és közlekedési minisztériumnak az államtitkára, Lánszky Regő, aki nagyon vehemesen szokta védeni a minisztérium álláspontját a parlamentben. És hát mit ad Isten, ez a Regő nevű államtitkár éppen Zabolán nyaralt, ő is. De mondd el, hogy mi az a Zabola. Így zabolátlanul. Igen. Hát most a Zabola a világ közepe, eddig nem tudtuk, de ugye K. Endre a pedofil bűncselekményben segítkező, azóta kegyelemmel tisztára mosdatott bicskei igazgató helyettes szülőfaluja oda járkált Lévai Anikó, az Orbán Viktor felesége. Miután Novák Katalin megadta a kegyelmet ennek a pedofil segítőnek,
azon a nyáron Lévai Novák Katalin a családjával ott nyaralt K. Endre szülőfalujába, és most találtam még egy államtitkárt. Hát pont, biztos véletlen. De egyébként ez az államtitkár még a köztársaság elnököt is beelőzte, áprilisban volt a kegyelem, már júniusban ott nyaralt. És akkor mind a 15 miniszternek írtam írásbeli kérdést, hogy akkor legyenek szívesek és számoljanak be arról, hogy hány miniszter, minisztériumi államtitkár, tehát hogy kik azok, akik még Zabolára járnak nyaralni. Magyar állami pénzben felújított. Egy milliárdból, tehát egy milliárdból mi csináltuk egy luxus szállodát ott, mi adófizetők Zabolán, K. Endre szülőfalujában. Hát és mind a 15 miniszter egy azonos sor, tehát nyilván itt is orgánik lediktálták, hogy mit, tehát ugyanazt a választ kaptam mind a 15, hogy nem tartják nyilván azt, és nem vezetnek nyilvántartást, hogy ki hol nyaral. Biztos vagyok benne, hogy mások is tették még ott tiszteletüket. Tudom, a hála az nem politikai kategória, de azért ne nézzenek már minket hülyének. Ennek a fickónak valaki kijárja a kegyelmet, hogy Balogh Zoltán az a minimum, de még valaki, az biztos, vagy valakik, akiknek nagyon fontos volt az igazgató helyettes Endre bácsi, megadják áprilisba a Szent Atyára hivatkozva a kegyelmet, majd utána elkezdenek sorba K. Endre szülőfalujába nyaralgatni. Mi meg tényleg most ugrottunk le a falvédőről, hogy ennyi véletlen van. De a kastélyfelújítást is mi fizettük. Úgyhogy... Azt mondom, hát egy milliárdból egy szuper luxus szállodát csináltunk. Szabad egy mondat? Igen, és utána még hozzád lenne egy kérdésem más témát. Gyakorlatilag igaza van Zsoltnak meg Olgának abban, hogy iszonyatos az, ahogy egyébként a magyar kollektív amnézia szinte elengedi ezt a bicskei ügyet, és nekünk ezzel foglalkoznunk kell. És az, hogy most a kormány a szegény ex-miniszterasszony könnyeivel mit akar elérni, mit nem, az egy más kérdés. Én szerintem minden józan normális embernek azokat a kérdéseket kell föltenni, hogy hogyan kormányoztok ti? Kik vagytok ti? Nem szégyelitek-e magatokat ti? Mert ezek olyan kérdések, amelyekkel azt hiszem érdemes foglalkozni. Hát... Hogy kormányoztok? Hát kézi vezérlés, ez teljesen egyértelmű. És hát a bicskei pedofil botrány a kegyelemadás kapcsán is. Tényleg van még ember ebben az országban? Nincs, aki elhinné azt, hogy Orbán Viktor nem tudott erről a kegyelemről. Dehogy nem tudott. Vagy erről a családi viszályról. A családi viszályról is, meg a családi viszonyról, amikor léve, amikor már Zabolára ment a kastélyt nézegetni, mindenről. Nem szívesen terelem erről a témáról a figyelmet, viszont hogyha már van nálunk egy ex-honvédelmi miniszter, akkor fel kell tennem egy kérdést, mégpedig azt, hogy... Megadom magam. Nem a kezedet kell feltenni, hanem kérdést tesznek fel neked. Ja, félreértettem. Hát túl meggyőző volt. Ugye mindenki értesült arra, hogy Moszkvában terrortámadás volt, most már 140 áldozat, több tucat sérültnél tartunk. Az oroszok az ukránokat hibáztatják, az ukránok tagadják a vádakat, aztán az ISIS magára vállalta ezt az egészet. Szakmai szemmel hogyan látod ezt az egész esetet? Lehetséges az, hogy akár az oroszok állnak az egész mögött? Nem akarok ezzel sugalmazni, őszinte kérdés. Hát én meg őszintén válaszolok, hogy ezen a terepen minden, és mindennek az ellenkezője elképzelhető. Tudnélik, egy nagyon bonyolult érdekrendszerben soha nem lehet tudni egy ilyen szituációban, hogy kinek volt ez leginkább érdeke. Lehetett az oroszoké is. Ugye a csecsenföldi robbantások az elején biztos emlékszik rá mindenki. Az is lehet az oroszoké is, lehet egyébként az ukránoké is. Bizonyos értelemben az Egyesült Államokat is lehet feltételezni a háttérben, és teljesen természetesen ott van az iszlám vallás egésze. De akkor, amikor azt hallják, hogy iszlám állam, akkor ezt úgy tessék elképzelni, hogy ez az iszlám állam mintegy 180 különböző iszlám állam, akik olykor egymással sincsenek beszélő viszonyban. Ezek ilyen sejtek, akiknek nyilvánvalóan egy közös célja van, az arab világon, az iszlám világon
túli világnak a gyengítése, ha kell azoknak a elnézést a kifejezésért, bántalmazása, vagy akár megölése is, és bármi áron. Tudnélik az ő vallásuk szerint, hogyha megcsinálják ezt a hősi cselekedetet, nevezetesen merényelnek, bármit gyilkolnak, akkor majd fölkerülnek, és ott nagy palota, sok nő, sok kaja, pia, nem isznak, bocsánat, sok kaja, és egyszerűen nagyon-nagyon jó lesz. És e földi életben neki nagyon rossz, és az a vágy, hogy ott majd irtózatosan jó lesz, az egy elég erős, és pontosan tudja azt, és ebből a szempontból egyébként ez szokott működni, hogy a családjáról gondoskodnak. Tehát azok, akik pénzelik ezt a rendszert, részint úgy pénzelik, hogy azok, akik merényletet vállalnak be, azoknak a családjai megkapják a támogatást. Biztosak lehetünk abban, hogy ennek a négy embernek a családja, mert ebből azt hiszem, hogy három családos és gyerek is van, ezek fognak támogatást kapni azért, amit itt elkövettek Moszkvába. Akár haragszunk az oroszokra, akár haragszunk Moszkvára, egy kultúrembernek elfogadhatatlan. Egy humanistának elfogadhatatlan minden nemű ilyenfajta cselekmény, és ez ellen föl kell lépni, ez ellen tiltakozni kell, és hogyha lehet, akkor ez ellen tenni is kell együttműködéssel meg összefogással. Zsolt, kérlek, az állandó elemet vess be. Hát akkor ismét beszélgettünk 50 percet, és ennyivel is közelebb kerültünk. Az Orbán kormány... Hogy szoktad mondani? Rendszer, Orbán rendszer bukásáról is. De kedves nézőnktől én is kaptam egy ilyet, úgyhogy a DKTV teljes stábja nevében szeretnék boldog húsvétot kívánni mindenkinek. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Viszontlátásra! Sziasztok!